A beiskolázási eredmények az előző tanévhez képest 15%-os növekedést mutatnak, tudtuk meg Dömötör Csabától, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárjától. Jelzi azt, hogy mi is sikeresek vagyunk, és hogy a szakképzési rendszer átalakítása is jó úton megy, hiszen azt hajtjuk végre. A szakképzési centrum intézményeiben az előző tanév és a nyár folyamán zajló átalakítások tartalmi, szerkezeti, módszertani átalakulást jelentenek. Azok a tanulók, akik bejönnek hozzánk, ők már ösztöndíjat kapnak alanyi jogon 9. évfolyamtól, és hát a másik, ami már nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok tanulónk átlépett az új típusú duális képzésbe, ahol viszont ők már munkabért kapnak, és egy más típusú foglalkoztatással, de szakképzési munkaszerződéssel dolgoznak. A Tolna megyei szakképzési centrum számos iskolájában zajlottak felújítások az elmúlt tanévben. Bonyhádon a diákok már egy megújult épületbe kezdték meg a 2021-2022-es tanévet, míg a dombóvári Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban két tanterem újult meg, emellett pedig eszközfejlesztések is zajlottak az zökkenőmentes oktatás érdekében, mondta el a kancellár. Az elmúlt évben és az azt megelőző években is folyamatosan törekszünk arra, hogy az iskoláinkat fejlesszük, felújítsuk. Ezek részben infrastruktúrális fejlesztések, részben módszertani fejlesztések, részben eszközfejlesztések. A legjelentősebb fejlesztések Bonyhádon történtek az elmúlt évben. Az új tanévet már most 2021. szeptember 1-től a megújult Jókai utcai épületben kezdte az iskola. Az épületet az önkormányzat újította fel külső állapotába, illetve energetikai felújítást végzett, és a belső felújítást végezte a szakképzési centrum. Megújultak a vizes blokkok, a tantermek, a tanári szoba, a kiszolgáló helyiség. És hát másik egy nagy felújításunk volt Dombováron az Apáczai iskolának, a homlokzata újult meg, két tantermet újítottunk fel, teljes körűen eszközöket szereztünk be, és hát az eszközfejlesztéseink azok minden iskolában nagyon jelentősek. Szekszárnon a Bezerédiben egy okostermet állítottunk szolgálatba, ami egy digitális felszereltségű, nagyon komoly szaktanterem. Nagyon sok további digitális IKT eszközt vettünk, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos terület, hogy ezek a fejlődések meginduljanak, és ezek a kompetenciák erősödjenek, illetve hát a szakmai oktatáshoz is sok fejlesztésünk van. Nyertünk egy pályázatot, ágazati képzőközpont létrehozására Szekszárnon, az Adi iskolának a gépjárműves tanműhelye kerül felújításra, illetve van már most folyamatban ez a munka, és hát itt egy új típusú gyakorlási helyet, egy új típusú duális képzőhelyet fogunk létrehozni. A Tolna megyei szakképzési centrum már a 2022-2023-as tanévre készülve várja azokat a diákokat, akik az intézmény által fenntartott iskolákban képzelik el a továbbtanulást. Az iskoláink nyitva állnak, az iskolák készülnek erre, hogy megnyitják a kapuikat, hívják és várják az általános iskolásokat, hívják és várják nem csak az általános iskolásokat, az ő szüleiket és felnőtteket is. Erre egy külön rendezvénysorozatot szervezünk, amivel rövidesen jelentkezni is fogunk. A pályaválasztásban még bizonytalan fiatalokat és a tanulni vágyó felnőtteket is várják majd a tagintézmények nyílt napjai, ahol betekinthetnek az érdeklődők az iskolák mindennapjaiba.